török verő Hunyadi Jánosnak 1446-tól Magyarország kormányzójának és később főkapitányának, akinek a törökök ellen Nándorfehérvárnál aratott világra szóló győzelmét a pápa rendeletére azóta hirdeti az egész földön a déli harangszó, 1440. február 23-án Kolozsvárt Szilágyi Erzsébet második fiúgyermeket ajándékozott, Mátyást. Mátyás gyermekéveit a kolozsvári Hunyadi kúrián töltötte. A klastrom, ahol nevelkedett. Serdülő ifjúkorának emlékei Vajda Hunyad várához fűzték. A 18 éves korában királlyá kiáltott erőskezű uralkodó hatalmas nagy országot akart kiépíteni a Duna völgyében, amilyen azóta sem volt nemzetünk. Külpolitikájában a német-római császárság megszerzését, másrészt a török végleges legyőzését tűzte ki célul. Harmadik Frigyes német császártól visszavette a magyar szent koronát. Csehországi hadjárata után 1469-ben cseh királlyá választották, míg 1471-től 74-ig a trónkövetelő Kázmér lengyel herceg ellen harcolt. 1476-ban feleségül vette Beatrice nápolyi királyleányt. Udvarában felvirágzott az olasz kultúra. Állandó hadviselései közben Mátyás az olasz reneszánsz uralkodók példájára pártolta a tudományokat és művészeteket. Fényes udvar tartott Visegrádon, nagy építkezéseket indított Budán, és megalapította a világhírű Korvina könyvtárat. Az igazságosságáról nevezetes népszerű uralkodó emlékét a szép irodalom és a tudományos irodalom számtalan feldolgozása, valamint a képzőművészetek alkotásai, elsősorban Mátyás kútja a várban és Fadrusz János kolozsvári Mátyás szobra hirdetik.